A közúti balesetek 10%-a a kerékpárosok szabálytalankodása miatt következik be, ezt mutatja a román rendőrség statisztikája, amely szerint az év első 9 hónapjában bekövetkezett több mint 5900 balesetből 634 esetben biciklisek okolhatók. Az országos statisztikákhoz hasonlóan a Maros megyei rendőrfelügyelőség adatai is azt mutatják, hogy az idén bekövetkezett 19 kerékpárosokat érintő közúti balesetből 17 esetben a kerékpáros szabálytalankodott. Elmondhatjuk, hogy aránylag sok biciklis baleset történik, legtöbb esetben a kerékpárosok hibájából. Összevetve a tavalyi statisztikai adatokat az ez év októberig jegyzett adatokkal, azt látjuk, hogy idén valamivel kevesebb balesetet jegyeztünk, mint a korábbi évben. A 19 baleset során 3 személy életét vesztette, 16-an pedig sérüléseket szenvedtek. Gál Sándor, a Marosszéki Közösségi Alapítvány ügyvezető igazgatója úgy véli, hogy csak akkor fogjuk tapasztalni a balesetek jelentős számbéli csökkenését, amikor biciklisávok fogják lehetővé tenni a kerékpárosok biztonságos közlekedését. A legjobb megoldás, hogyha szétválasszák a biciklis forgalmat az autós forgalomtól, tehát külön bicikliutat. Ez a legbiztonságosabb megoldás, ennél biztonságosabb megoldás nincsen. Emellett, amivel mi igyekszünk legalábbis vásárhelyen csökkenteni, jó, hogy egy elég korlátozott célcsoportnak, de hogy az oktatása. A Marosszéki Közösségi Alapítvány ez év februárjában indította útjának a Veló Akadémia nevet viselő biciklis oktatási programot, amely keretében elméleti és gyakorlati órákat szerveznek biciklivel közlekedő középiskolás diákoknak.